Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk egy papírboltban, beszélgető társunk Nagy Imre, hiszen elkezdődött az iskola szezonra való felkészülés. Ma augusztus 1-e van, épp azt beszéltük, hogy még azért nagyon nem is kezdődött el. De ön hogyan látja? Kezdenek már, nézelődnek inkább a szülők, vagy már vásárolgatnak is? Nézelődnek a szülők, vásárolgatnak is, és az igazság, hogy ez már tulajdonképpen majdnem már, mikor befejeződött az iskola, már a szülők akkor elkezdték az érdeklődést, meg a felkutatásokat, hogy milyen árak lesznek, milyen akciók lesznek, mik lesznek az új termékek, amiben természetesen a kolléganőink is utána járnak ezeknek a dolgoknak, mert szinte minden évben új füzetekkel, új borítókkal jönnek ki a nagykerek, és mi is szeretnénk ezt követni, hogy a vásárlóknak ki tudjuk elégíteni az igényeiket. De mi a jellemző, hogyha mondjuk valakinek több gyermeke van, úgy, tehát mondta, hogy elkezdődött június végétől, tehát hogy akkor egyik hónapban az egyik gyermekének tudja megvenni, másik hónapban a másiknak, hogyan tapasztalják? Az az igazság, hogy ezt nagyon lehet érzékelni, hogy például amikor megkapják a fizetéseket, megkapják a gyest, megkapják a segélyeket, akkor inkább erős a forgalom, és sajnos a többi napokon úgy azok olyan átlagosak. Ott érezhető inkább jobban, hogy vásárolnak, és igyekeznek úgy összeállítani, meg úgy válogatni, hogy azért sok minden beleférjen nekik ezekbe a vásárlásokba. Viszont azért láttuk, hogy 1500 forinttól a 13000 forintig önöknél is egészen széles a választék, tehát gondolom, hogy ugyanígy van ez toltartóból, füzetekből is, hiszen itt nézem az árakat, tehát pont erre törekednek, hogy mindenki megtalálja, amit szeretne. Hát igen, igyekszünk úgy összeállítani a választékot, hogy elég széles skálán mozogjon. Ez, de hát az igazság, hogy tehát annyira lépést például a táskáknál nem tudunk tartani, mint amit tartanak a nagyobb bevásárlóközpontok, mert ugye ott nagyon nagy a választék. Hát itt inkább az a jellemző, hogy a kicsiknek, tehát akik első osztályosok, másodosztályosok, azoknak még inkább ezeket a merevhátú táskákat igyekszünk beszerezni, mert az egy normális áron is, meg hát őnekik a tartásukat, gerinc, tehát a hátuk miatt az elég fontos, hogy még merev. A nagyobbaknak már ők hátizsákoznak, hát abból pedig olyan széles a választék, hogy azt egy ilyen kisbolt azt nem tudja. Tehát azokkal nem lehet lépést tartani. Hát azért ugyanígy láttam, én a ceruzákat is néztem, hogy itt is vannak olyanok, amelyek figurások van, amelyek nem, tehát itt is nagyon sok választék van, de ugyanúgy a toltartóban is, tehát vannak, amelyek mesefigurát táblázolnak, viszont azért vannak olcsóbb árfekvésűek is. Hát igen, a toltartó is már az elég érdekes lett, ugye nagyon, nagyon sok fajták vannak abból is, és most már a ceruzákból is, mert az az igazság, hogy nagyon sok helyről hozzák be az országba. Tehát nagyon sok országból kerülnek be különböző ceruzák, táskák, toltartók, füzetborítók, és a füzeteknél is már volt arra jellemző, hogy jöttek az anyukák, és akkor mondták, hogy hát amit vettek füzetet, olcsón vették, de nem volt margója, tehát ilyen problémák voltak, hogy de hát mi igyekszünk azért, ugye itt márkaneveket nem említünk, de azért nagy mértékben a magyar termékeket itt előnyben részesíteni. Mi a jellemző, hogy becsomagolják még a tankönyveket, vagy inkább ezek a gyors ilyen átlátszó borítókat tesznek, vagy itt látom azért vannak mesefigurás dolgok is, tehát mi a jellemző? Hát ez már nem mondhatnánk azt, hogy szülő válogatja, ez már inkább a gyermek válogatja, mert azért a szülő is igyekszik olyan borít, már kívülről is, hogy úgy jelenjen meg a könyve, ami a gyereknek tetszik. Tehát ott igyekeznek a gyermeknek a igényeit. Igen. Tehát amit ők választanak, azért ott nagy mértékben az érvényesül ezekben a borítókban. Tehát ez az eléggé széles választék van. Van ez is már a kicsiktől. Hát ugye jobban a kicsik ezeket a figurásokat. Hát a nagyok meg már, ők nekik már teljesen más a
igényük. Ilyen határt tud nekem mondani, hiszen látjuk itt előttünk, hogy körülbelül egy első osztályosnak az indító, amikor csak az alapot veszi meg anyuka, és mondjuk egy ilyen középárfekvésű, mert ő is egy picit azért a minőséget szeretné tartani. Körülbelül mennyiből jön ki egy elsős gyermeknek a csomag? Hát az az igazság, hogy ez változó, mert az egyik iskolában például kell, most csak azt mondom, az A4-es füzetben, egy alsó tagozatban olyan 15-20 darab körül, a másik iskolába kell 11-12, tehát ezeket így most meghatározni, talán inkább itt az árak határozzák meg, amik föl is vannak tüntetve a kisfüzeteknél, tehát ezek ennek az elindítása toltartó nélkül, tehát mondjuk már toltartó is benne van, de hát ez is változó, mert ugye vannak töltött toltartók, amik már föl vannak töltve, vannak üres toltartók, de ez olyan 4-5 ezer forint körül. És akkor mondjuk ez iskolánként lehet plusz-minusz még 1000 forint, attól függően, hogy mi az alapcsomagban előírt. Tehát mondjuk gyurmától kezdve a színes festék. Igen, ez azért változó, mert ugye egyik helyen kell a 12-es színes ceruza, a másik helyen a 6-osok, akkor 12-es gombfestékek. Tehát azért mondom, hogy ez eléggé változó, eléggé szólt. Tehát azért vannak itt, a kolléganőink is igyekeznek úgy összeállítani, hogy itt az olcsó gombfestéktől, tehát a 12-színűtől azon belül is vannak, hát olcsóbbak és drágábbak nyilvánvaló, és ez azért nagyon befolyásolja azt, például, hogy egy iskola csomag az mennyibe fog kerülni. Hát én akkor azt kívánom, hogy ma elsője van, tehát még fizetés előtt vagyunk, tehát hogy akkor azért induljon meg a forgalom, és akkor tényleg találja meg önöknél mindenki azt, ami a gyermekének is, meg az ő pénztárcájának is megfelelő iskola kezdéshez. Hát nagyon szépen köszönjük, és igyekszünk a vevőknek a igényeit úgy minőségben, mint árban kielégíteni.